Köszöntöm Völgységi magazinunk nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a mai adásba. Évzáró társulási ülést tartottak a polgármesterek, mozgalmas évet zárnak idén Várolján. Az eddigi legnehezebb évet zárt a nagymányok. A Mikulás mellett egy Krampus, sőt még a filmből ismert Grinch is meglátogatta idén a kakasdi SE fiatal futballistáit. A Völgységi Önkormányzatok Társulása megtartotta évzáró ülését, melynek legfontosabb napirendi pontjaként a közös fenntartású gondozási központ gazdasági helyzetéről és működéséről tárgyalt a testület. A várhatóan megnövekvő költségvetési igény ellenére a polgármesterek elkötelezettek a központ további működtetése mellett. Olyan esemény történt a Völgységi Polgármestereket összefogó társulás ezévi utolsó ülésén, amelyre nem számítottak a települések vezetői. Arra fel voltak készülve, hogy döntést kell majd hozniuk a közös fenntartás alatt álló gondozási központ jövőjét illetően, sőt a házi orvosi rendszer működésének kérdésében is állást kell foglalniuk. De amivel fogadta őket az ülés helyszínéül szolgáló Bonyhádváros, egészen biztosan nem voltak felkészülve. Utca-utca széke, elkészül-e végre? Édesapám faragja, kész már minden darabja. Össze kéne rakni, minek még faragni? Türelmetlen gyermekek, várják már az ünnepet. Karácsonykor éjjel, félbe néznek széjjel. Szórom, szórom a lábot, nagyon-nagyon vigyázok. Szórom, szórom a lábot, nagyon-nagyon vigyázok. Évfélkor felcsendül, hála ének zendül, minden hívő énekel, szent misével ünnepel. A Völgység Néptánc Együttes tagjai elevenítették fel a rendezvény napján a luccanapi szokásokat. Azt csak remélni tudjuk, hogy a naphoz kötődő negatív erőket sikerült előzni, és távol tartani az ártó szellemeket és boszorkányokat. Évente 6 ülést kell tartani. Elérkezett az év vége, most a 6. egyben az idei utolsó társulási tanácsülést tartottuk meg. Nagyon jó szokása és hagyománya már a társulásnak, hogy évről évre egyes településeken tartjuk folyamatosan az üléseket, így volt ez az idén is. Voltunk Zombán, Bátalpátiba, Morágyon, Cikón, és most a Bonyhád ad helyet ennek a társulási ülésnek. Nagyon sok fontos döntést hoztunk, valamennyi annak érdekében, hogy az itt Bonyhádjárásban élő embereknek az életét segítsük, hiszen a legfontosabb feladata a társulásnak az a gondozási központ, mint intézmény fenntartása, működtetése, amely rengeteg feladatot lát el szociális területen, de számos olyan közös gondolkodás mentén folytatunk munkát, amely szintén segíti az itt élőknek az életét. Bízom benne, hogy a jövőben is így tudjuk együtt tovább folytatni. Ennek értelmében a gondozási központ gazdálkodását tekintette át a polgármesterek tanácsa. Alapvetően az intézmény gazdálkodásáról és költségvetési keretéről az mondható el, hogy az év során rendben zajlott, és a rendelkezésre álló keretek, előirányzatok elégségesek, elegendőek voltak, és a biztonságos működés feltételeit biztosították. Az előterjesztésben kellemes helyzetünk van tulajdonképpen, hiszen az intézmény részére plusz pénzt nem kellett adni, és emellett még a megtakarításai és a bevételi tervének emelése okán több mint 5 millió forintos előirányzat zárulásra kerülhet sor, amely a társulás tartalékát növeli. A gondozási központ a 2022-es évben 318 millió forinttal gazdálkodik, és ennek a költségvetésnek a terhére rendkívül széles körű feladatot lát el, hiszen a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosítja a társulás valamennyi településén, emellett bentlakásos ellátást biztosít itt Bonyhádon, a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, és ez kiterjed a térség több településére vonatkozóan is. A jövő évi költségvetés munkáit még el sem kezdtük, ennek okán nehéz ezt megmondani, de úgy gondolom, hogy ennél magasabb összegű kell legyen, hiszen a bérek, járulékok emelkedése várható,
az intézmény működési kiadásai is emelkedni fognak, és nyilvánvalóan a kapott központi forrás is remélhetőleg ezen arányoknak megfelelően fog emelkedni. A társulás tagjai megtárgyalták a házi orvosi ügyeleti rendszer jövő évre vonatkozó lehetőségeit, és úgy döntöttek, továbbra is fenntartják a megbízást az eddigi feladatot ellátó orvosi gárdával. Mozgalmas évet zárnak idén Váralján. Idén számos rendezvényt tartottak a településen, illetve a tavaly elnyert pályázatokat is sikerült megvalósítani, lezárni a településen. A következő percekben Szíbert Éva polgármester mesél részletesebben a 2022-es évről. A lehetőségeinkhez képest eléggé mozgalmas évet zártunk, vagy zárunk. Sikerült sok rendezvényt tartani a településen, illetve a tavaly elnyert magyar falus, illetve a BMS pályázatokat megvalósítani, lezárni. Egy magyar falus pályázat keretein belül sikerült ezt a polgármesteri hivatalt közel 30 millió forintos értékben egy kicsit felújítanunk, a tetőt sikerült kicserélni, korszerűsíteni, álmennyezet került felhelyezésre, illetve klímák kerültek beszerelésre, ami már nagyon fontos volt itt az önkormányzat dolgozói számára. A 2019-es magyar falu pályázatban megnyert traktorunkhoz sikerült nyernünk különböző kis gépeket, kiegészítőket, amivel különféle munkafolyamatokat tudunk véghez vinni itt a faluban, anélkül, hogy máshonnan kellene beszerezni ezeket a munkákat, tehát ez anyagilag is jó lesz a településnek, mert azért tudjuk már, hogy például egy földmunkának a kivitelezése sokba kerül. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése most van folyamatban. Amit már sikerült lezárni, szintén a tavaly megnyert magyar falu pályázatból még, az a májusban sikerült elindítanunk a falugondnoki szolgálatot, ennek keretein belül nyertünk el egy 15 millió forintos kis buszt, amely nagyon nagy segítség itt a településen élőknek, az egyedülállóknak, az időseknek, mert a falugondnoki szolgálatot májusban el tudtuk indítani, és ennek keretein belül tudjuk vinni az időseket orvoshoz, bevásárolni, bármilyen problémájuk, gondjuk akad, ott vagyunk és segítünk nekik, illetve ugye az óvodába gyermekeket is tudjuk különböző programokra szállítani. Mindig el szoktam mondani, és most se gondolom másképpen, sőt, talán most még jobban, hogy a települések csak a pályázatokon keresztül tudnak fejlődni. Saját erő nincs, illetve egyre kevesebb, pláne most itt az energiatakarékos időkben sajnos a települések fel fogják élni a saját tartalékaikat, úgyhogy Váralja község is különböző intézkedések meghozatalára kényszerült. Első körben bezártuk a közösségi házunkat, vagyis hogy nem teljesen zártuk be, csak a többi helyiséget, tehát egy helység van nyitva, azon keresztül tudjuk biztosítani a könyvtári szolgálatot. Ott van az egyik kolléganőm, aki ugyanúgy várja a falu lakosságát, tehát szolgáltatásokkal továbbra is állunk rendelkezésükre. Sajnos a többi helyiséget le kellett zárnunk, ugye ez egy nagy épület, jelentős gázfogyasztással, és meg kellett hoznunk ezt az intézkedést. A polgármesteri hivatalnak a fűtésébe visszaálltunk fafűtésre. Ezzel mi jó helyzetben voltunk, mivel nekünk a gáz mellett van vegyes tüzelésű kazánunk is. Ezzel is jelentős költségmegtakarítást tudunk véghez vinni.
közvilágítással kapcsolatban most folynak tárgyalások, hogy esetleg egy közvilágítás korszerűsítést kellene véghez vinni itt a településen, vagy pedig a következő lehetés, tőségünk még az lenne, hogy csökkenteni a közvilágításnak az idejét, mondjuk délután fél órába később kapcsoljuk fel, hajnalba fél órába korábban kapcsoljuk fel, hogy ezzel mennyi megtakarítást tudunk véghez vinni. A közvilágítás jelentős költséget jelent az önkormányzatnak, és sajnos nálunk nincs még korszerűsítve a rendszer. Ezért úgy tudom, hogy nem is tudjuk azt megtenni, hogy például lejjebb vesszük a fényerőt, mert sok település ezt próbálja, így próbál energiát megtakarítani. Sikerült a településnek elég sok rendezvényt lebonyolítani. Régebben megnyert pályázatoknak köszönhetően, illetve ugye az NMI-től is kaptuk azt az 1 milliót, amelyet minden település megkapott, aki megpályázta. Azon belül indítottunk tavasszal egy családi főzőnappal, lent a sportpályán felállítottuk a nagy sátrat, és egy nagyon sikeres rendezvényt tartottunk, ahonnan vidékiek is voltak többen, és mindenkinek nagyon tetszett, és mindenki nagyon jól érezte magát. Júniusban ugye Váraján került megrendezésre a megyei értéknap, fent a parkerdőbe. Tolna megye nagyon sok települése képviselte magát a rendezvényen, és ez is egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Illetve folytatásként másnap tartottuk meg a településünk nagy rendezvényét, a Kuglof Fesztivált. Ugye most elkezdődött már az adventi időszak. Minden vasárnap közös gyertyagyújtást tartunk. Ugye mivel a közösségi ház le van zárva, felhoztuk ide a művelődési ház előtti parkolóba, ott jövünk össze, egy kis forralt bor, tea, egy kis sütemény. Gyerekek verset mondanak, a dalos körünk énekel egyet-kettőt, és kis bensőséges ünnep keretébe kerülnek meggyújtásra az adventi gyertyák, illetve a második gyertya és a negyedik gyertya lent a Mikulás háznál kerül majd meggyújtásra. Ugye a falunknak ilyen is van már, nagyon szép, dekoratív ez a hely, és tavaly is levittük a negyedik gyertya gyújtását a Mikulás házhoz, és ott is egy nagyon szép kis bensőséges ünnepet sikerült tartanunk. Bár az ipari park példaértékűen működik, bölcsőde épült a településen, és a vízelvezetés is megoldódott a város egyes területein, Karp Béla polgármester a lassan mögöttünk álló évről azt mondta, ez volt a legnehezebb, mióta ő vezeti a várost. Véleménye szerint a világban zajló események olyan feladatokat rónak a településvezetőkre, melyekkel eddig nem kellett megküzdeniük. Mint erről az év folyamán többször beszámoltunk, jelentős fejlesztések zajlottak ebben az esztendőben is nagymányokon. Az ipari park létrehozása és működtetése megnyugtató mértékben járul hozzá a település gazdálkodásához, és kellő számban biztosít munka lehetőségeket is. Úgy gondolom, egy olyan hosszú távú jövőt tud biztosítani nagymányoknak, ami úgy gondolom, hogy példaértékű. Az intézmények felújítása, tehát gyakorlatilag a jövő az azt jelenti, hogy intézmény felújításokkal szinte nem kell foglalkozni. Még van egy pár út felújítás, stb. De egy viszonylag jól kialakult intézményrendszerünk van, ami fizikailag is rendben van. Tehát a következő, mondjuk azt mondom, hogy 20-30 évben jelentősen nem kell a karbantartáson kívül nem kell rákölteni,
ez azért biztonságot ad a jövőre. Karbél a polgármester mégsem dőlhetett hátra. Azt hiszem, hogy a 16, illetve a 67 évből talán ez volt egyik legnehezebb. Én alapvetően optimista ember vagyok, de azért az idei év a bizonytalanságról, a félelemről, a kétségbeesésről, tehát sok mindenről szól, csak éppen nem a jó dolgokról. Mind a mellett, hogy azért még így is azt mondhatom, hogy viszonylag sikeres évet tudunk zárni, de a kétségek azok megvannak. A beruházások gyakorlatilag a tervek szerint alakultak, vagy fejeződtek be. Pótfinanszírozások, tehát mindenféle olyan probléma jött be, amit eddig nem is tapasztaltunk. Tehát ez úgy nagyjából rendben van, hanem inkább itt a félelem a mindennapoktól, nem csak az én félelem, az emberek félelem, ami nyilván lecsapódik, meg kérdeznek, próbálnak tanácsot adni, szorítanak, kitartást kívánnak, stb. De mégis ez egy olyan fajta teher, amit már nehezen viselünk. Nem lehet azt megtenni, nem állunk megbeszélgetni. Tehát az utcán, otthon, a hivatalban, ha jönnek olyan kérésekkel, ami régen nem is volt téma, akkor bizony lekerülni, és sokszor segít egy beszélgetés. Olyan feladatok kerülnek a polgármesteri munkába előtérbe, melyekre eddig nem volt példa, mondja Kalt Béla. Először tapasztaltam igazán a 13 évvel ezelőtti árvíznél, amikor egy ilyen kritikus helyzet van, de az csak napokig tartott, vagy mondjuk 3 hétig. A Covid az már egy hosszabb időszak volt, na ott is az elsődleges feladat a nyugalom fenntartása, tehát nem tudom másképp megfogalmazni, hogy tehát az idegesség és a feszültség az mindig fokozza, hatványosan fokozza a problémákat, tehát sokszor tényleg ilyen bagatell ügyekben is meg kell állni, és meg kell hallgatni, és el kell beszélgetni, és igen, ilyen szempontból megváltozott valóban. Igazából egyetlen egy feladat van, hogy a működőképességet és a nyugalmat fenntartom. Tehát más cél most én úgy gondolom nem lehet, és a félelmek még mindig benne maradnak. Azért a háborútól való félelem se indokolatlan, ha csak megnézzük a lengyel konfliktust. Tehát ez bármelyik nap bekövetkezhet Magyarországon is, és nem tudjuk a reakciót. Az épp eszű reakciót azt tudom, hogy mi lehet rá a reakció. De mindig épp eszűek vagyunk. Ha rendkívüli helyzet alakulna ki, akkor minden megváltozik, mondja a polgármester. Olyan ez, mint amikor betör az árvíz, és akkor nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáállással megteremtsük és megtartsuk a nyugalmat. Erre is fel kell készülni a jövő esztendőben. A Mikulás mellett egy Krampus, sőt még a filmből ismert Grinch is meglátogatta idén a kakasdi SE fiatal futballistáit. Ennek már hagyománya van a településen. Volt is minek örülni, a klub ugyanis remek eredménnyel zárta az idényt. Örömfocival várták a Mikulást és búcsúztatták az idei szezont a Kakasd SE focistái. A fiataloknak volt mire büszkének lenniük, kiváló idényen vannak ugyanis túl. Az U11-U13-nak, akik a bajnokságban részt vettek és feljátszottak, volt egy fél év záró ebédjük, illetve az U16-nak is, akinek az edzők főztek és meglepetéssel készültek. Ez egy olyan hagyomány, amihez az Egyesület ragaszkodik, hogy megköszöni a játékosoknak a részvételt, és értékelik a fél évet. A tavalyi sikerek után van hova még feltornázni a csapatot. Az U13 harmadik helyezést ért el, úgyhogy lány is játszott közöttük, és ennek nagyon örültünk. Ugye azt mindenki tudja, hogy a felnőtt csapat is harmadik lett a bajnokságba, gyakorlatilag majd 30 év után, illetve az U14-es csapatunk pedig első lett a megyében. Úgyhogy Kakasd elég szépen vett részt az elmúlt szezonban a fociban. Kakasdon már hagyománya van annak, hogy a srácokat az adventi időszakban személyesen keresi fel a Mikulás, vagy éppenséggel a Grinch a helyi pályán. Sőt, neki abban is nagy szerepe van, hogy a település csapatai egyre jobban szerepelnek a bajnokságokban. Varga Jánosnak
amit köszönhetünk, hogy sikerül olyan gyerekeket is bevonzani, akik tartalmasan tudják eltölteni a szabadidőt. Minden évben most már hagyományként tábort is rendezünk, ahol a szülők önként vesznek részt. Az egyesület fizeti, ez a focistáknak nem kerül semmibe. Ezt általában sötét völgybe szoktuk megtartani, és stranddal zárunk. Ezt a hagyományt Sebestyén András, a korábbi elnök indította el, és Sebestyén Gábor pedig tovább vitte. Én pedig a szervezője és az utánpótlás megbízottja vagyok ebben a témában. A nagyszakállú megérkezése előtt tehát a fiatalok még sportoltak egyet, dacolva a hűvös időjárással. A testmozgás szüneteiben pedig arra is volt idő, hogy ki értékelje az idén nyújtott teljesítményét. Én nagyon jónak értékelem a szezont, a tavalyhoz képest sokat fejlődött mindenki egyénként, de úgy gondolom, ennek ellenére, hogy nagyobb teljesítményt is tudnánk elérni, csak akkor mindenkinek nagyobb elszántságot kéne mutatni a játék felé. Igaz, én a szezon nagy részében sérült voltam, de én ezt gondolom igazándiból, hogy azért az első hely is benne van, most ugye harmadikak vagyunk, az is szép helyezés, de benne van ebben a szezonban az első hely is. Amíg az öröm foci zajlott, addig a Mikulást helyettesítve megérkezett a filmből sokak által jól ismert Grinch is, ezúttal Mikulásnak öltözve. Ráadásul egy Krampuszt is hozott magával. A két mesebeli figura hűen önmagukhoz először természetesen jól megijesztette a gyerekeket, de aztán csak előbújt a vaj szívük, sőt, láss csodát, az eseményre azért a nagyszakállú is benézett, aki ezúttal arra kérte a fiatalokat, hogy a csapat lelkesítőjét énekeljék el neki. És ahogy a képeken is látszik, természetesen nem csak a rossz gyerekek kaptak virgácsot Kakasdon, hanem a jól viselkedők is számíthattak a Mikulás ajándékára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!